A legtöbb házasság egyébként emiatt megy tönkre. Mert csinos nő hozzámegy a csinos férfihoz, szerelem van. És ugye a szerelemnél tulajdonképpen a nők számára sok esetben ugye a lelki szeretet is elég, meg a türelem a szexhez. De nálunk férfiaknál mindig ez vágyból indul, ez testi vágy. Tehát nagyon nagy hazugság, amikor egy férfi azt mondja, hogy ő szeretetből, szívből kíván meg egy nőt. Nem, ő a nő külsejét kívánja meg. Tehát még egy nő meddig kívánni a férfinek a belső értékeit, addig a férfiaknál ez külső. És sajnos a nők többsége a szülésnél cseszi el. Ott cseszi el, mert úgy gondolja, hogy értéket adott a férfinek, a családnak, és tényleg adott értéket, csak a férfi szexualitása ezt az értéket nem tudja értékelni. És amikor a 58 kilós nő helyett a 78 kilós vagy 88 kilós hölgy érkezik meg döngő léptekkel a hálószobába, bizony a férfiak számára kínszenvedés. Egy darabig megy a kamagra, meg a, nem tudom, a pornófilmnézés, de nem tudja megkívánni. És itt mennek tönkre az emberi kapcsolatok. És így lesznek a gyerekek félárvák, mert bizony a nők felszedik azt a 20-30 kilót, és nem tudják leadni. Nem beszél arra, hogy ha terhességnél tényleg 20 kilót hízol, vagy 30-at, akkor a bőröd is olyan ocsmányú tönkre megy, hogy soha többet nem lesz ugyanaz a feszes, szexi, csinos, vonzó bőr. Úgyhogy, kedves nők, a férfiak miatt és a boldog szerelem és a szexualitás miatt muszáj, hogy megtartsátok a lánykori súlyotokat, és ebben segít a szénhidrát, csökkentett szénhidrát szegény, vagy a keto étrend.